Akkor folytatnám a Balogh György vagyok, egy deep learningről fogok beszélni. Jelenleg az Ersatz Labs-nál dolgozok, ami egy kaliforniai deep learninges startup cég. A deep learning azért érdekes téma most, mert az elmúlt pár évben a gépi tanulásban jelentős áttörés történt. Tehát ma például az arcfelismerő, hangfelismerő rendszerek már mind deep learning alapúak. Először mesélni fogok néhány ilyen sikertörténetről a deep learning területen, amin keresztül jól látni fogjátok, hogy milyen alkalmazási területei vannak, illetve milyen eredményeket értek el. Aztán néhány implementációs részletet fogok mutatni, amik úgy érdekesek más területen is. Jó, a deep learning elméletileg a 2006-ban történt egy olyan tudományos eredmény, ami lehetővé tette, hogy nagyon nagy, több millió vagy akár több milliárd paraméterű neuronhálózatokat is lehessen hatékonyan tanítani. Tehát ezek ugye az emberi agynak a viselkedését próbálják utánozni, ezek a neuronhálózatok egyszerűsített modellek, de meglepően jó eredményeket lehet velük elérni. 2012-ben a Google-nél egy nagyon érdekes kísérletet csináltak. YouTube-ról vettek random 10 millió frame-et, és úgy, ahogy van, ezt egy óriási nagy neuronhálózatnak odaadták. Ezt 1000 gépen futtatták, és 3 napig tanult ez a rendszer. Ez egy felügyelet nélküli tanulási rendszer volt, tehát egyszerűen csak ezeket a YouTube frame-eket megkapta a neuronhálózat, és 3 napig tanulta ezt. És hát kíváncsiak voltak a kutatók, hogy mi történik belül a hálózatban. A hálózatról annyit kell tudni, hogy ennek 1 milliárd paramétere van, tehát a neuronok közötti összeköttetések 1 milliárd, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy 1 milliárd dimenziós térbe próbált megtalálni egy pontot ez a rendszer. És meglepő eredmények jöttek ki, a rendszer teljesen automatikusan magas szintű koncepciókat tudott megtanulni, olyanokat, mint például emberi arc, függetlenül attól, hogy ez hol helyezkedik a képen, hogyha emberi arcot lát a rendszer, akkor van olyan neuron, ami ezt egyértelműen jelzi, vagy például macskát, és még 20 000 különböző objektumot tudott ez a beazonosítani ez a rendszer, és ez azért érdekes, mert például én objektum felismerő rendszerek, célrendszerekkel nagyon régóta kísérleteznek, és ez a felügyelet nélküli modell mindegyiket messze túlszárnyalta a felismerési pontosságban. Egyébként ezeket az eredményeket aztán 2013-ban mindössze 3 gépen nagy teljesítményű GPU-kkal sikerült reprodukálni, és aztán sikerült egy 10 milliárd paraméteres neuronhálózatot is betanítani. Jó, tehát a fő eredmények itt az, hogy teljesen automatikusan magas szintű koncepciókat tudott létrehozni ez a rendszer, függetlenül attól, hogy el vannak-e forgatva ezek az objektumok, vagy el vannak tolva. Jó, egy másik nagyon érdekes eredmény, ez egészen friss, 2014-ben jött ki ez a publikáció, és a Google 400 millió dollárért vásárolta meg ezt a céget, akiknek egy olyan eredményük van, hogy itt láthatunk alul Atari, régi Atari játékokat, és egy olyan rendszert építettek, ahol ezeknek az Atari játékoknak gyakorlatilag a teljes nyers képernyő képét kapja meg a rendszer, plusz megkapja azt, hogy éppen hány, mekkora pontszám, és a gép kezében van a botkormány, és gyakorlatilag meg kell tanulnia játszani. És néhány óra alatt ilyen deep learninges, reinforcement learninges rendszerek az emberi teljesítmény is jobb eredményeket tudnak elérni ezekben a játékokban. Ugye az Atari játékokat könnyedén lehet most már szimulálni, és így nagy kísérleteket végezni ezzel. Tehát ez az a cég, amit DeepMind, amit 400 millió dollárért vett meg a Google. Egy másik eredmény 2014, ez is a DeepFace nevezetű rendszer, a Facebook készítette, ami nagyon-nagyon megközelíti, sőt a kínaiak most reprodukálták ezt az eredményt, és gyakorlatilag megegyező teljesítményt tud azon a teszten, ahol két ember kutatunk, és meg kell tudni mondani, hogy ugyanaz a két ember ugyanezt a teljesítményt tudja, mint egy ember ez a rendszer. Szintén hasonló paraméterekkel bír. Itt a Facebook annyit csinált, hogy van egy ilyen preprocessing, ahol az arcot ilyen azonosító pontok alapján háromdimenziós transformációval beforgatja, tehát ez körülbelül ilyen 20 fokos
szögben is fel tud ismerni az arcot. Beforgatja, és utána jön ez a deep learninges neuronhálózat, ami felismeri. Jó, akkor egy picit, hogy is néz ki egy ilyen deep learninges neuronhálózat? Kap valami nagydimenziós inputot, ez lehet hang, kép. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hang és kép felismerésben már szinte csak deep learninges modellek, amiket használnak, mert annyival jobbak az összes többi modellnél, de általában kis túlzással lehet mondani, hogy gépi tanulásban az összes többi modellnél jelentősen jobbak. Tehát megkapja ezt az inputot, és nagyon-nagyon sok rétegen megy keresztül az információ, ahol nem lineáris transformációk történnek, és a végén pedig meg tudja mondani, hogy az adott képen van-e mondjuk tehén vagy akármi. Jó, akkor egy picit mesélnék arról, hogy hogyan lehet ilyen nagy neuronhálózatokat tanítani. Vannak egyébként open source library-k, amik ezt nagyon hatékonyan megteszik, például a PyLearn-t említeném, ami nagyon hatékony, tehát hogy az ember vesz magának otthonra egy videokártyát, mondjuk egy ilyen Nvidia Tesla kártyát, vagy valami nagy teljesítmény videokártyát, akkor nagyon gyorsan tud ilyen modelleket tanítani. Mondok egy példát, például van egy adatbázis, ahol kézzel írott számjegyek vannak, 50 ezer darab. Ezen körülbelül fél óra alatt egy laptopon be lehet tanítani state of the art modelleket, ami emberi teljesítményű kézírás számjegyfelismerést tud. Jó, amit érdemes, egy picit belemennék az implementációba, néhány olyan dolgot, amit máshol is lehet használni, az derült ki, hogy ezeket a neuronhálózatoknak a tanítását és a felismerését vissza lehet vezetni mátrixorzásra, tehát hogyha az ember egyszerűen egy inputot ad a neuronhálózatnak, hanem mondjuk ezret, akkor gyakorlatilag belül az összes operáció az mátrixorzásokkal elvégezhető. És hát a mátrixorzások pedig már nagyon régóta kutatott terület, és nagyon hatékony implementációk vannak erre. És a GPU-kon pedig nagyon hatékonyan lehet ezeket a mátrixorzásokat elvégezni. Hát ez nem nagyon látszódik. Hol lehet még? Tehát itt gyakorlatilag a vektorizáció, mint technika, az, ami nagyon nagy teljesítményugrást hoz. A vektorizáció az azt jelenti, mondok itt egy példát, például van egy hisztogramunk, egy hisztogram osztályunk, és update-elni akarjuk ezt a hisztogramot. Akkor ezt megtehetjük úgy, hogy van mondjuk egy update függvény, ami kap egy számot, meghívjuk, és kiszámolja, hogy melyik bint kell update-elni. Ennél sokkal hatékonyabb, hogyha nem egy számot kap, hanem egy pici vektort, ez tipikusan 100-1000 közötti vektort, és akkor ezen a vektoron egy ciklusra végigmegyünk és update, és meghívjuk az update-et. Miért jó ez? Azért, mert akkor ilyen úgynevezett tight loop-ok keletkeznek, amiket a compiler nagyon jól tud optimalizálni és vektorizálni, tehát tudja használni a 256 bites vagy 512 bites műveleteket is, és jelentősen gyorsabbak lesznek ezek a kódok. Néhány számot mondanék, hogy ugye beszéltem arról, hogy gyakorlatilag mátrixozással elvégezhetjük ezek a tanítási műveletek. Mit lehet itt elérni? Ha az ember fog egy ilyen Core i7-es laptopot, akkor azon kb. 50 gigaflop teljesítménnyel tud mátrixot szorozni. Ez azért érdekes, mert ugye ez kb. 2 GHz-es gépről van szó, és mondjuk van benne 4 core, akkor is az jön ki, hogy óra jelenként és kóronként mondjuk ilyen 4-5 lebegőpontos műveletet tud elvégezni egy ilyen sima laptop is. Tehát ez az 50 gigaflop, míg mondjuk egy ilyen Nvidia Tesla kártyával el lehet érni 1 teraflopos teljesítményt. Ugyanezt tudja az Intel Xeon Phi processzora is, ami egy viszonylag új processzor. Az az érdekessége, hogy a videokártyákhoz hasonló teljesítményt tud, de x86-os utasításkészlettel, és gyakorlatilag az Intel compiler-re teljesen el tudja előlünk rejteni, hogy egy ilyen kártya van a gépben, és gyakorlatilag transzparensen láthatjuk, és csak sokkal gyorsabb mátrixozáshoz jutunk. Tehát érdekesség, hogy a jelenleg legnagyobb szuperszámítógép, amit most Kínában van, az is azt hiszem 3000 ilyen Xeon Phi processzoros nódból áll. Jó, akkor hát azért felmerül a kérdés, hogy ez, hogyha már ilyen tényleg ilyen nagy számokról beszélünk, hogy 10 milliárd paraméteres neuronhálózat, hogy viszonyul ez mondjuk az emberi agyhoz? Hát még nagyon messze van, ez körülbelül egy méhecskének a idegrendszerének a komplexitását érje el. Ami azért figyelemben méltó,
És tehát ugye itt arról van szó, hogy kb. 1 millió neuron és 1 milliárd összeköttetés. De megjegyzem azért, hogy ha megnézzük a trendeket, akkor a neuronhálózatok mérete, a mesterséges neuronhálózatok mérete az exponenciálisan növekszik. Tehát várható, hogy a közeljövőben, már mondjuk 10 éven belül is jóval nagy, jelentősen nagyobb ilyen neuronhálózatok fognak születni. Köszönöm szépen. Kérdések? Tárhelyből, jó kérdés, gyakorlatilag itt a modellt kell tárolni, és mondjuk, hogyha kiszámoljuk, hogy 10 milliárd paraméteres modell, az nem olyan sok, tehát itt is mondanék gyorsan egy összehasonlítást, az emberi agy, hogyha egy egyszerűsített modellt nézünk, akkor 100 terabájton elfér. Ezek a modellek nem nagyok, tehát néhány gigabájtba beleférnek. Ez aztán mit csináltak? Az ERZAC egy startup cég, és a cél, hogy ilyen felhő alapú gépi tanulási algoritmusok kínálunk, az ember a data scientist-ek, data analyst-ek fogják ezt valószínűleg használni, az adathalmazokat feltöltik webes interfészen keresztül, és ott ilyen deep learning modelleket tudnak tanítani, és aztán egy egyszerű app-in keresztül be tudják építeni az alkalmazásokba. Milyen ugrászhoz a gépi tanulásban a legjobb a PyLearn, ez egy Python alapú library, és a legtöbb tudományos eredmény is ezzel reprodukálható. A Python ellenére nagy hatékonyság után a háttérben ilyen GPU-s gépikódú rendszerek futnak. Tehát én ezt javasolnám. Tipikusan milyen piaci szereplők vannak, hogy ilyen szolgáltatásra? Hát ez egy startup cég, és ez igazán jó, ki fog derülni majd, de azért alapvetően most itt a Big Data korában rengeteg olyan terület van, ahol az embereknél összegyűlnek ilyen adatok, ahol szeretnének valami predikciót csinálni. Marketing cégek, mikor szolgálnak? Marketing cégeknél abszolút, tehát amikor meg kell mondani, hogy egy ügyfél hogyan fog viselkedni, vagy megvesz egy terméket, vagy hasonló dolgok. Igen. Itt azért azt nem mondtam, van egy probléma, egy küszöb van itt, nem tudom, olyan fogunk átlépni. Ugye itt, amikor egy gépen belül tanítunk egy ilyen modellt, akkor belül a gépen belül nagyon a sávszélességek vannak és jól tud működni. De a Google-os kísérlet is azt mutatta, hogy amikor 1000 gépen próbálták tanítani, hogy nagyon-nagyon számít a gépek közötti sávszélesség. Tehát igazán itt egy skálázódási probléma van, ami miatt kérdéses, hogy ezt hogyan fogunk tudni ennél jóval nagyobb modelleket tanítani. Hát ketté kell bontani, egyrészt van a tanítás, amikor a modelleket megtanítjuk, ahhoz kell a nagyobb erőforrás, de amikor a modelleket használjuk, akkor már egy kisebb gép, akár egy mobiltelefon is elég. Tehát itt kell kérdés, hogy a nem hallottam, bocsánat. Vannak, igen, ez egyébként a célja a cégnek, hogy ilyen modelleket is létrehozzunk, vannak már ilyenek, tehát például kézírásra, meg ilyen egyszerűbb dolgokra már vannak kézmodellek. Optimalizálás nem annyira, inkább amit itt mutattam, ez a reinforcement learning, tehát hogy vezérlésre arra lehet, és hát ugye itt a Google-nek ez a befektetés ezt mutatja, hogy ez egy izgalmas terület, de optimalizálásra nem tudok róla. És akkor további kérdésekkel sörök mellett, bocsánat mindenkinek, hogy nem lehet. Köszönöm.